szeretettel köszöntök mindenkit. Az az igazság, hogy Szűcs Gábor barátom medve mindent elmondott már a díjjal kapcsolatban. Az én dolgom csak az ismétlés, a súlykolás. Egy ponton kell, hogy kiigazítsam. Én úgy emlékszem, hogy nekem jutott eszembe a díj, nem nektek, de ez most már mindegy. Ugye Mark Twainnek van egy mondása, hogy a sikernek sok anyja van, csak a kudarc árva. Legyen ez igaz itt is. Minden esetre nekem az rémlik, hogy ott jöttök, panaszkodtok, hogy így-úgy magára hagyott a színészi szakma, senki sem becsüli meg őket, és hát magad, uram, ha szolgál nincsen, én mondtam, hogy akkor becsüljétek meg magatokat. Tehát annyira fognak komolyan venni benneteket, amennyire ti komolyan veszitek önmagatokat, és csináltok egy olyan díjat, amit a színészek döntenek el. Ők szavaznak arról, hogy ki kapja meg. Ezt ma is fontosnak tartom egyébként. Ez volt az egyetlen innovatív gondolat ebben a procedúrában, hogy ez egy olyan díj, amit nem egy kuratórium, nem a politika, nem a hatalom, szeretettel köszöntelek János, ad vagy oszt, hanem a szakma maga dönt, a maga kíméletes vagy kíméletlen mércéje szerint, hogy abban az évben ki a legjobb, ki az, aki ennek a két mércének szellemi hagyaték, ez nehezen megfogható, de mégis létező dolog, illetve a művészi teljesítménynek kifelel meg a leginkább. Talán két évvel ezelőtt tudtuk ezt olyan módon kiegészíteni, hogy a szakma nem a díjazatról, hanem három jelöltről dönt, és a közönséget vonjuk be, így adva hát egy nagyon fontos publicitást, ismertséget szerte, nem csak Magyarországon, hanem mindenütt, ahol magyar nyelvű színjátszás van a jelölteknek. Ezért hálásak vagyunk a média támogatóknak, akiknek a nevét nekem dolgom felsorolni. És nem csak a média támogatók, hanem a támogatók, a Magyar Művészeti Akadémia, az Emberi Erőforrás Minisztériuma, a Raiffeisen Bank, az ACG, az MTV, a Heti Válasz, a Magyar Nemzet, Fidelio, Teátrum, Népszabadság, Poszt, a színház.hu, akik mellénk álltak, és akiknek én is köszönettel tartozom. Na, végül, nem végül, hanem ez a legfontosabb, nézzük, hogy kikről döntöttek a társulatok, és kik azok, akiket egy titkos szavazási eljárásban idén a nagy érdemű közönség figyelmébe ajánlunk, hogy különböző módon, levélben, SMS-ben, interneten válasszák majd ki a három jelölt közül ebben az évben a Kaszás Attila díjazottját. Már maga a jelölés is azt gondolom, hogy megtiszteltetés, különösen azért, mert az ember munkatársai, szakmabeli barátaitól kapja a jelölést. Nos, betűrendben a három jelölt. Borovics Tamás, a Szegedi Nemzeti Színház művésze. Nyári Oszkár, a Kaposvári Csiki Gergely Színház művésze. És harmadikként Vas György, az Új Színház művésze. Nagyon korszerűek vagyunk, így a bővebb információt a kaszásattiladíj.hu oldalon lehet elolvasni és megtalálni. Jánost kértük föl, kulturális államtitkár urat, hogy ezt a kiállítást nyissa meg. Talán csak annyit, hogy ez egy látszik, hogy két fotó egymás fölött van, az egyik az előadásokból, a másik privát fotók, és mellette egy-egy ismerőstől, baráttól egy szöveg, egy történet, egy recept, csokoládés csirke, csokoládés fürgy, valami egzotikus. Segít? Az egy rendben, csak az állatnevét nem tudtam megegyezni, tehát valamilyen csokoládés madár receptje, amit sajnálatos módon már nem tudott adni. Köszönettel tartozunk a
kiállítás anyagának a rendelkezésre bocsátásáért a Nemzeti Színháznak, a Színháztörténeti Múzeumnak, a Víg Színháznak, és természetesen a családnak, és mindazoknak a kollégáknak, barátoknak, akik itt vannak, vagy személyesen is eljöttek, amiért köszönet, vagy pedig vállalták azt, hogy írnak egy-egy rövid visszaemlékezést, egy-egy rövid történetet a fényképek mellé. Még egyszer hálásan köszönjük. Tisztelt polgármester úr, kedves hölgyeim és uraim! Embernek lenni nem szerep. Ez a mondata, Kaszás Attila díj jelmondata. És ez lehet a kulcsmondata a mai napnak és ennek a kiállításnak is. Bár mondják, hogy mindig mindenhol szerepet játszunk, és mindig mindenhol más szerepet játszunk, hiszen már Shakespeare is megmondta, hogy színház az egész világ. De jó embernek lenni nem szerep, mert az igazi jóság belülről fakad. Bár Kaszás Attila szakmájából és tehetségéből adódóan szinte mindig szerepet játszott, egyetlen szerepet neki sem kellett eljátszania, a jó ember szerepét. Mert az ő jósága a természetéből következett. Ezt igazolják a barátok visszaemlékezései, ezt igazolják a vele készített interjúk, filmek, képek, és ezt igazolják a most kiállított képek és anyagok, tárgyak is. Azok a képek, melyek őrzik itt emlékét, és melyek újra és újra felidézik nagyszerű jellemét és sugárzó tehetségét. És biztosak lehetünk abban, hogy amíg van Kaszás Attila díj, hogy amíg vannak ilyen kiállítások, alkalmak, és amíg ilyen sokan elevenítik föl újra és újra ennek a nagyszerű embernek a jellemét, addig Kaszás Attila tehetsége, emléke köztünk él. Személye sajnálatos halála óta kovászként hat. Megmutatja azt, hogy milyen összetartó ereje van a művészetnek, megmutatja azt, hogy a tehetség ereje milyen messzire ható dolgokra képes. Hiszen miatta vagyunk itt. Kaszás Attila emlékének olyan ereje van, mely a színésztársadalmat is összefogásra és egyeztetésre ösztönzi. Kedves hölgyeim és uraim, nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmaim, énekelte Kaszás Attila. Valóban, neki itt volt dolga, és itt voltak álmai. Sajnos sok álmát nem sikerült megvalósítania, mégis nekünk arra a fantasztikus életpályára kell emlékeznünk, aminek lenyomata velünk van ezeken a fényképeken. Őrizzük emlékét a rá jellemző szeretettel. Kaszás Attilára oly jellemző szeretet talán a legfontosabb. Az a szeretet, ahogy sugárzott belőle az emberek felé. Az a nagyszerű, hogy ez a díj és a rávaló emlékezés előhívja ezt a szeretetet. Most egymás között is. Kaszás Attila személye ma is kovász. Kaszás Attila személye ma is egy olyan ügy, a rávaló emlékezés, amikor a színészek, a színházak összefognak, odafigyelnek egymásra. Nagyon nagyszerű dolog az, hogy a szeretet ilyen jó dolgokra képes. Ez a kiállítás és ez az egész ügy, amit szervezünk a Kaszás Attila díj kapcsán, talán a színházban rejlő szeretet erejét mutatja meg leginkább.